csapatból indulok. Hét ország 14 csapatának 98 kerékpárosára állt hozzá a 45. Aliszka Baggemenci nagydíjon idén. A világbajnoki kvalifikációs országúti verseny 165 és 150 kilométeres szakaszai az idei évtől két külön versenynek számítanak, és a pályán is nehezítettek a szervezők. Ettől azt várják, hogy a hazai mezőnynek nagyobb esélye lesz a pontgyűjtésre. Ja. Végső befutó előtt beillesztettünk ilyen meredek, de nem túl hosszú emelkedőket. Ők ezeknek úgymond a specialistái, és azt várjuk, hogy akár mindkét napon, de legalább az egyik napon magyar győzelem szülessen. Az ország legnagyobb múltú folyamatosan megrendezett országúti kerékpárversenyét harmadik éve szervezi a Szekszárdi Önkormányzat és a helyi sportközpont közösen. Ács Rezső, a város polgármester azt mondja, a verseny komoly marketing erővel bír, ami még több turistát vonzhat Szekszárdra. Megmutatja azt, hogy nem csak születőnapokat tudunk szervezni, hanem nagyon magas színvonalú sportesemények befogadására is alkalmasak vagyunk, úgyhogy 2019-ben azt reméljük, hogy ez az üzenet át fog menni majd a kerékpársporton keresztül Magyarországra, aztán az osztályok a tarakon túlra is. A Gemenci nagydíjat idén július 26-án és 27-én szervezik meg a Tolnai megyeszékhelyen.